Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol megtekintjük azt, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, hogyan érzi magát, vagy mit érez irántad, és hogy mit fog tenni. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem e-mailen keresztül egy jóslást, a díjam 4000 forint. És most megnézzük azt, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, ez középen itt felül és alul látható. A nap megvilágít valamit, tisztázódnak bizonyos dolgok, vagy ő tisztán látja az eseményeket. A nap jelenti a valóságot is. Azon kívül, a nap megvilágít téged. Láthatóvá tesz téged, az azt jelenti, hogy közeledik hozzád, mert látni akar téged. Itt alul a kettes szám, az jelenti a kapcsolatot kettőtök között, te és ő. Esetleg jelenthet bizonyos szerződéseket. De ebben a szobában nem két személy van, hanem három. Tehát valaki ott van a háttérben, itt a képen egy férfi látható, de mivel a kártyáknak mindig szimbolikus jelentése is van, ez lehet egy nő is a háttérben, aki zavar, aki figyelget benneteket. Az is lehet, hogy te úgy gondoltad eddig, hogy van egy nő, vagy van egy harmadik személy a háttérben, a közelében, és figyelget benneteket. És most kimondja az igazságot, és be akarja bizonyítani magát, hogy higgy benne, itt nincs részéről egy harmadik személy. Lehet, hogy valaki figyelgeti őt, de ő ártatlan, ő nem tehet erről. Az érzelmeit itt bal oldalon látjuk. A kasza az vagy elvág valamit, hogy ő lezár bizonyos dolgokat, vagy kapcsolatokat, vagy lehet egy munkahelyi változás is. A kasza jelent egy meglepetést, ami úgy alakul, úgy jön, amikor nem is számítottok erre. Itt látható, hogy vizsgálja a csillagokat, tehát valamire odafigyel, lesz egy új irány, keres egy új irányt, és megvan a bizalom, hiszen tudja azt, hogy a csillagok szerencsét hoznak meg, hogy minden úgy alakul, ahogy a csillagokban ez meg van írva. Azon kívül itt van a főpapnő, és őrzi a titkok könyvét, a sors könyvét. Itt is bizalomról van szó, amikor ő úgy érzi, hogy úgyis minden úgy lesz, ahogy a sors könyvében ez meg van írva, ahogy a csillagokban meg van írva. Mit fog tenni, az itt jobb oldalon látható. Itt vannak korlátozások, van egy szűkös helyzet. Akkor is, ha itt egy férfi látható, a kártyáknak mindig van szimbolikus jelentése, és utalhat egy hölgyre. Tehát lehet, hogy te vagy ebben a szűkös és kínos helyzetben. De lesz egy levél, vagy egy szerződés, javul a helyzet, itt a hajó jelenti a reményt ehhez, vagy jelent utazásokat, külföldi kapcsolatokat. Lehet, hogy ír, hogy meglátogat téged, vagy lesz egy meghívás, lesz egy utazás. És megnézzük, hogy mit mutatnak a többi kártyák. Itt újra megjelennek a csillagok, ugyanúgy, mint itt, ami szerencsét hoz, lesz egy szerencsés fordulat, meg lesz a bizalom, hogy minden úgy alakul, ahogyan a csillagokban meg van írva, a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni. Itt a kulcs a kezében van, ezzel lezár valamit, egyúttal kinyílik egy új ajtó, ezek a lehetőségek.
Itt olyan hirtelen történnek a dolgok, és megjelenik a nyilvánosság. Lehet, hogy találkozik valakivel a nyilvánosságon, ahol ő erre nem is számított, vagy hirtelen úgy érzi, hogy mások észreveszik őt, megkapja az elismerést, hiszen ő áll a középpontban a nyilvánosságon. Az is lehet, hogy úgy érzi, hogy ti összefuttok véletlenül a nyilvánosságon, ha vannak ugyan véletlenek. Itt a kutya jelenti a barátságokat, de a hűséget, és ő hűséges, és azt szeretné, ha te megbíznál benne. Itt lesznek változások, döntések, erre figyel oda, hiszen lesz egy új irány, jelentik itt az utak. Itt újra a kasza van, ugyanúgy, mint itt. Elvágja a kasza ezt a szűkös helyzetet, azon kívül lesz itt egy meglepetés. Te állsz itt a középpontban, ha te egy hölgy vagy, ő odafigyel rád. Itt az egerek eltávolítanak valamit, mert ott, ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Az egerek tudnak segíteni, hiszen az egerek el tudnak kellemetlen helyzetet távolítani, mint például itt ezt a szűkös helyzetet, a szomorúságot. Az ő jelenlegi helyzete. A hold jelenteti az anyukáját, az anyai témákat, de jelenti az éjszakát, az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket. Vannak nála tervei, de ez még mindig olyan titokzatos. Az is lehet, hogy ő úgy érzi, úgy gondolja, hogy te vagy titokzatos. Ami a te jelenlegi helyzetedet illeti, itt megjelenik a horgony, és az azt jelenti, hogy mennyire fontos számodra a biztonság érzete, ahol le tudsz horgonyozni. A horgony jelent néha olyan szituációkat is, ami összefügg a munkáddal, a hivatásoddal. Akkor lehet, hogy ez a szűkös helyzet, a munkahely, az egerek eltávolítják a szomorúságot, vagy eltávolítják ezt a munkát, és akkor itt van a remény, hogy ez a levél például egy szerződés, egy munkahelyi szerződést jelent. És ez volt az általános jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!